A Mátészalkai és a Panyolai vízműtelep bejárásával zárult a Szatmári Ivóvíz Minőségjavító Önkormányzati Társulás projektje. A társulást 2009-ben azért alapították, mert a csatlakozott tagtelepülések mindegyikén a szolgáltatott ivóvíz valamely komponense meghaladta a kormányrendeletben előírt határértéket. A projekt kezdet előtt 4 különféle vegyi anyag tekintetében nem tudtuk teljesíteni a Mátészalkai ivóvízhálózaton azokat a mutatókat, amelyet az Európai Unió kért tőlünk. A projekt végén ezek az akadályok elhárultak, és most már egészségesebb és jobb lett az ivóvíz Mátészalkán is. Ez a legfontosabb, azt hiszem, ennek a 17.600 embernek. Másodlagos szempontból az is nagyon fontos, hogy 30-40 esetenként 50 éves vízi közmű elemeket, hálózatot újítottunk föl, tehát gyakorlatilag a teljes infrastruktúrája az ivóvízhálózatnak megújult. A beruházás megvalósulásával Mátészalka, Ópályi, Nyírcsahój, Jármi, Nyírmeggyes, Papos, Kisar, Nagyar, Panyola, Kérsemjén, Nábrád és Tivadar lakossága ezentúl az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő ivóvízhez jut. Most egy olyan intézményhálózatot, egy alapszolgáltatást, az ivóvízet, az életünk alapját adó ivóvíz szolgáltatásról beszélünk, amely megújult, modernizálódott az új szabványoknak, a törvényeknek megfelelően, azoknak a káros anyagoknak a kiszűréséről beszélünk, amely az emberek életminőségét, hogy visszakanyarodok, a társadalmat alkotó emberek életminőségét javítja. Egészséges ivóvíz, egészséges ember, egészséges társadalom, talán így lehetne felépíteni alulról, hiszen, amint mondtam, a legalapvetőbb élethez szükséges forrást az ivóvízről beszélünk. A 728 millió forintos, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában befejeződött beruházás 12 település 30 000 lakosát látja el egészséges ivóvízzel.